Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Egyhuzamban három videót veszek fel, nincs is ennél jobb érzés, viszont nagyon belelendültem a dolgokba. Megint egy rendelős videóval érkeztem nektek, ahogy láttátok már biztosan a címből, Sinsay oldalról fogok rendelni, remélem, hogy jól mondom. Nem kifejezetten ismerem a márkát, viszont gyorsan most megnéztem a honlapjukat, és őszintén megmondom, hogy meglepően tetszik. Egyelőre talán még úgy is érzem, hogy jól is elsülhet ez a dolog. Elkezdek nézelődni az oldalon, megpróbálom összeszedni, hogy mik azok, amik tetszenek, mik azok, amiket talán szeretnék rendelni, vagy esetleg szükségem is van rájuk, úgyhogy gyorsan most keresgélek egy kicsit, és hogyha megvannak a cuccok, akkor képernyőfelvételen mutatom nektek. És 3 nappal később... Igen. Jól hallottátok, 3 nappal később vagyunk, megérkezett a rendelésem. Meglepően, iszonyatosan gyorsan ideért. Itt van nálam az egész csomag. Végül nem is tudom, hogy megmutattam-e nektek, hogy miket rendeltem, de ha nem, az se baj, mert itt vannak már, úgyhogy gyorsan meg tudom nektek mutatni. Összesen, ha jól emlékszem, akkor 38 ezer forintért vásároltam. Nagyon-nagyon sok terméket, iszonyatosan sokat. És egy az, hogy nem találtam kupont, tehát árkedvezmény se volt, és így 38 ezer forint. Saját pénzemen vettem, nem együttműködés, nem ajándékba kaptam, nem küldték, megrendeltem, és nagyon izgulok, hogy milyenek lesznek, mert ilyenkor, amikor ennyire olcsón tudsz rendelni valamit, akkor azért mindig ott motoszkál a fejedbe, hogy ha ennyire olcsó, akkor mennyire lehet jó, de ezt mindjárt ki is fogjuk deríteni, és megnézzük együtt a cuccokat. Ám még mielőtt elkezdenénk a kibontogatást, szeretném nektek elmondani, hogy holnapi napon kozmetikázok, még 2 darab szabad helyem van, ha jól emlékszem, vagy 1, de a lényeg az, hogy ha szeretnétek jönni holnap SOS arckezelés, vagy bármi, akkor írjatok nekem e-mailt a kozmetika.rebekamarko@gmail.com-ra. És ezen kívül a telefontokjaim még mindig elérhetők a Lamboxon, hogyha szeretnétek, akkor rendeljetek, nagyon örülnék neki, hogyha láthatnám nálatok is a telefontokokat. De ennyi elég is volt igazából a promóból, kezdjük el kibontani, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok már rá, hogy milyenek a cuccok, úgyhogy itt mindenki szeme előtt először. Yay! Szóval, gyors felvezetés a termékekhez. Igyekeztem olyan cuccokat rendelni, amit tudom, hogy használni fogok, vagy régóta szerettem volna már rendelni, és itt ezen az oldalon találtam. Meglepően nagyon sok minden tetszett egyébként. Itt, ami probléma lehet, az csak és kizárólag a minőséggel van összefüggésben, mert külsőre kifejezetten jól néznek ki a ruhák. Cipőt nem találtam egy darabot se, azok elég bénák voltak, viszont ruhatéren nagyon-nagyon vagányok. A ruháknak a méreteit külön-külön is el fogom mondani, viszont nagyjából felsőből csak S-est rendeltem, nadrágokból M-est, és a többi meg nem kell méretet választani, úgyhogy kezdjük el! Az első szerzeményem egy írtó cuki militári szoknya. Meg vagyok verve ezekkel az oldalzsebekkel, tehát amin oldalzseb van, kezdjük azzal, amin zseb van, azt imádom. Régen még a gimis éveim alatt, amikor jártam nyilván a gimis bálokra, az összes estély ruhámon volt zseb, egy kivételével talán, de imádom a zsebeket, és az, hogy ezek az oldalzsebek, a militáris zsebek bejöttek divatba, Kánaán. A lovas nadrágomon van oldalzseb, van egy olyan nadrágom, ami kifejezetten ilyen militári típusú, úgyhogy ahogy megláttam ezt a szoknyát, azonnal lecsaptam rá. Méret M-es, ezzel szerintem kifejezetten nem lesz probléma, nem világbajnok az anyaga, de nem vészes, tehát ahhoz képest, hogy mennyire olcsó volt, szerintem kifejezetten jó. Egy valamit látok talán, amiben nem vagyok biztos, hogy jól látom, de itt van egy varrás, ami szerintem nem egyenes, de azon kívül tök rendben van, úgyhogy
Nézzük meg, hogy hogy néz ki felvéve. Átvettem egy trikót a próbáláshoz, mert nagyon zavaróan nézett ki a másik felsővel. Hát nem rossz, de nincs ekkora hasam. Egy, tehát itt egy kicsit ez kinyomja. Kettő, meg hogy nagyon rövid. Az az igazság, hogy ez ugye egy M-es méret, hogyha ebből L-eset rendelek, akkor se biztos, hogy hosszabb lett volna. És akkor már nagyon bő lenne. Cuki egyébként, tehát el lehet hordani, de határozottan lehetne jobb is. Itt egyébként gyűrődik nagyon, tehát csúszik fel, amivel nem nagyon tudok mit kezdeni. De elsőre egyébként nem olyan rossz. Nem bánom egyébként, hogy megrendeltem, és talán ez is a lényeg. A következő szerzemény egy nackó, hát igen, most mondtam pont a militáris dolgokat, ugyanúgy oldalzsebes nadrág, nagyon vékony az anyaga, kicsit vászonra hasonlít, de nem teljesen az. Egy ilyen nagyon kis kellemes nyári nadrág lehet egyébként belőle. Nagyon kevés szürke nadrágom van, úgyhogy ezért gondoltam, hogy egy kicsit színek terén megpróbálok olyan dolgokat venni, amiből nincsen túl sok, ha ez így érthető. Kifejezetten feketés lány vagyok, szóval nagyon-nagyon basic, nem szeretem magamon a színeket valamiért. Látjátok, próbálok erőlködni, nagyon sokszor megpróbálok színes felsőket venni, de valahogy mégis mindig a fekete-fehér-bézs darabok felé húz a szívem. De próbálkozom, úgyhogy ezt vegyétek figyelembe, és szürke nadrág. Nagyjából tematikusan vannak egymáson a cuccok, úgyhogy próbálok szépen sorba akkor haladni. A következő termék egy iszonyatosan alapdarab bőr leggings, nyilván műbőr. Őszintén megmondom, hogy ez viszont kifejezetten jó. A varrása nem túl erős, tehát ezt már most látom, hogyha így kicsit széthúzom, akkor tudjátok, nem olyan feszes, nem olyan pontos, valószínű, hogy könnyen el is fog szakadni, ha esetleg felakadok valamibe, vagy nem tudom, ha mondjuk guggolásznék benne, de nem nagyon fogok benne guggolászni, úgyhogy ezt megpróbáljuk elkerülni, de attól függetlenül maga a bőranyag az egész jónak tűnik, talán azt mondom rá, hogy nem az a fajta, ami egy mosás után, tudjátok, így elkezd lemállani, és ilyen foltos lesz. Belülről is egyébként jó az anyaga, tehát így meglepően jó, nyilván műanyag, de nem az a rossz műanyag, nem érzem úgy, hogy kényelmetlen lenne hordani, vagy bármi ilyesmi. Sima bőrhatású leggings, igazából tök rendben van, teljesen jó érzésre, nem kényelmetlen. Nyilván egy bőrnadrág sose lesz olyan, mint egy mackó-nackó, de tetszik. És ha jól sejtem, az utolsó nadrágunk, amit innen rendeltem, az egy nagyon szép sötét kék. Azt, hogy extra skinny vagy csak simán skinny, azt nem tudom, nem emlékszem rá, viszont egy magas derekú farmer nadrág. Látjátok, iszonyatosan stretches, nagyon szeretem az ilyen farmereket. Szeretem azt is, amit tudjátok, ha felveszek, akkor így összetart konkrétan. Viszont azt is szeretem, ami ennyire nagyon stretches és kényelmes. Na, ezt a farmert imádom. Ez az a fajta nadrág, amit nagyon-nagyon szeretek, iszonyat kényelmes. Látjátok, pont itt köldöknél van egyébként a dereka, tehát nem túl magas, de nem is túl alacsony. Amit kicsit bánok, hogy hosszú a bokámnál, tehát vagy olyan, hogy egyszer-kétszer fel kell hajtani, vagy olyan, hogy egy picit vágatni kell belőle, hogy tényleg nagyon jól nézen ki. Remélem látjátok, hogy itt már kezd kicsit gyűrődni. És egy nagyon picit bő a derekánál. Az S-es lehet, hogy kicsi lenne már, de ez még egy kicsit nyúlni fog. Amúgy most próbálgatom, hogy milyen, de ez nagyon tetszik. És tök jó a színe is, tehát ez az a fajta farmer, amiből szíved szerint igazából felvásárolnád az összes színt. És ahogy mondtam, rettenetesen igyekszem, és nagyon-nagyon próbálkozom, úgyhogy a következő darabunk
egy rózsaszín ciklámen kis garbó, hosszújú, írtóvékony, lehet, hogy így nem látjátok, de szerintem simán átlátszó is egyébként. Bordázott az anyagában, és ilyen, nem tudom, hogy hogy mondjam el, egyébként ez ilyen jersey anyag, fogásra legalábbis teljesen annak néz ki, érződik, de egy ilyen nagyon kényelmes, felveszed, és olyan laza vagy anyaga van, nem tudom, ez kifejezetten tetszik. Tapintásra teljesen rendben van, az, hogy vékony, az nem feltétlen hátrány, azt hiszem. Ez nagyon tetszik! Nem volt mostanában ilyen felsőm, ami ennyire rózsaszín lenne, és ennyire tökéletes. Egyetlen egy probléma, nem tudom, hogy ti onnan látjátok-e, de én innen látom, hogy még a testszínű melltartóm is átüt rajta egy kicsit. Egy nagyon-nagyon picit átlátszó, viszont bomba. Nagyon-nagyon tapadós. Azokat a fajta felsőket szeretem, amik itt cici alatt is tapadnak, mert nem tudom, attól szerintem vékonyabbnak tűnsz, mint hogyha tudjátok, itt van egy ilyen elálló rés. Hát ebbe fogtok most látni egy párszor, abba biztosak lehettek, mert nagyon-nagyon tetszik. Következő darabunk ez a kis csíkos, rövidújú, picit magasított nyakú póló, amin a varrás egy kicsit el van csúszva, nem autofókuszos lencsém van, úgyhogy nem tudom nektek közelebb vinni, de hát ha látjátok, így is. Itt kicsit meg van csavarodva az anyag, meg ilyen apró kis hibák vannak rajta, viszont tök rendben van. Néhány helyen kicsit ferde a varrás, vagy hát vannak benne ilyen kis hullámok, de nem lógnak ki belőle szálak. Az anyaga teljesen rendben van, tök jó kis rugalmas, úgyhogy ez működhet. Hála az égnek, hogy az elvarrás az hátul van, úgyhogy nem látszik. Ezen kívül ez ilyen hosszú, és nagyon bejön. Ez is tök jó tapis. Szépen áll mindenhol. A vállánál néha, tudjátok, egy kicsit így kicsücskösödik, de azon kívül nagyon tetszik. Igazából tök rendben van. A következő darabunk nyilván a nagyon sok alapdarab mellé még egy alapdarab, viszont egy kicsit meg van spékelve, This Can Be Real Life felirattal póló. Ennek már majdnem túl vékony az anyaga, ez tuti, hogy átlátszó lesz, tehát ez nem létezik, hogy ez ne legyen átlátszó. Ez viszont már olyan szinten vékony, hogy fix, hogy nyári pólónak jó, de ettől függetlenül a kivitelezés tetszik. Habár én választottam ezt a pólót, ha teljesen őszinte akarok lenni, azt mondom, hogy arra számítottam, hogy nagyon nem fog tetszeni felvéve, mert nagyon vékony az anyaga, de nem rossz. Nyilván tudom, iszonyatosan basic vagyok, úgyhogy hogy áll a hajam? Semmi extrát nem tudok mutatni igazából ezen sem, mert ez is csak egy sima felső, de ez a hossza, és körülbelül ennyi, amit tudni kell róla. Ha tetszik, akkor tetszik, ha nem, akkor meg nem. Nem nagyon lehet vele semmit csinálni, de egy tök jó kis póló. Következő darabunk, kicsit átevezünk más vizekre. Nagyon jól nézett ki a modellen, úgyhogy ne röhögjetek ki. Remélem, hogy tényleg jó lesz. Egy szürke ruci, ilyen kis gombos dekoltázs résszel. Nem tűnt túl kivágottnak, úgyhogy remélem, hogy tényleg nem is lesz az. És ha jól emlékszem, akkor ennek háromnegyedes újja van, tehát ez nem egy egész új, remélem. Nem rossz az anyaga, hát ha egy ilyen ruhát simán találsz az Zarába is, és az Zara azért rendben van, tehát nem is értem, annyira olcsóak voltak, rajta van az ár egyébként? 3500 forint ez a ruha, tehát ez nem rossz. Két dolog. Vettem fel egy harisnyát, hogy ne üssön át a bugyikám, mert elég vékony anyagból van a ruha. A másik pedig, hogy nem nagyon jött össze ez a, hát ha nem olyan mély kivágású, ugyanis így néz ki a ruha. Nem mondom, hogy rossz, de jónak sem mondanám. A hátánál nagyon lötyögős, olyan itt is. Nyilván a combomnál, fenekemnél tapad, de itt elég lötyi,
A kivágása az se rossz, de nem olyan, nem szép. Tehát ha hátrébb húzom se maradott, akkor hátul még lötyögősebb, úgyhogy ez nem annyira jön be, hogy őszinte legyek. Kifejezetten szeretem a szürke színt, a szürke ruhákat, a mindent, de valahogy ez... Következő darabunk egy kicsit már a nyárra készülve, egy ejtett válló, nem is tudom, hogy minek mondjuk ezt magyarul, ilyen húzott ruha, ezt majd, hogyha felveszem, akkor megmutatom, hogy milyen az anyaga. Szerintem nagyon szép tud lenni, hogyha bárhogy szép tud lenni. Ilyen ruhával igazából nem tudsz mellélőni. Kivéve, ha kicsi lesz, és nagyon durván feszül, de hát, ha nem lesz kicsi, mert nagyon-nagyon tetszik. Tudom, hogy rajtam maradt a harisnya, viszont szerintem ettől függetlenül látjátok, ez a valaha volt egyik legcukibb fekete ruhám. Esküszöm. Nagyon okosan itt cickónál és válnál is gumi van benne, és itt végig alul is gumis. Tehát ki van védve a felcsúszás, ki van védve a lecsúszás, ha szeretnéd, a vállát feljebb tudod húzni, ott is ott marad igazából, ha szeretnéd, akkor egészen letolod, közben rángatom a kamerát, úgyhogy nem láttatok semmit, de ez valami írtó cuki, nem szúr, nem, semmi, tehát így úgy, ahogy van, tökéletes, nagyon szép rajta ez a... Ja, ezt mondtam, hogy megmutatom. Ilyen kis, nem is tudom milyen anyaga van. És nagyon szép rajta mindenhol. Nem nyúlik ki túlságosan, nem ugrik össze túlságosan. Úgyhogy igen, kifejezetten nagyon tetszik. És amit elfelejtettem, és nem láttam, hogy van még egy farmerünk. Skinny Super High Waist. Huha! Annyira nem tűnt egyébként extra magas derekúnak, és két gombos. Miért? Hát erre nem emlékeztem rá. Egy két gombos nadrágot rendeltem, amit kifejezetten egyébként nem szeretek. Volt egy idő, amikor nagyon divat volt az, hogy minél több gombod legyen a nadrágodon, és annyira írtózok azoktól már, hogy na mindegy, de remélem, hogy jó lesz, mert emlékszem rá, hogy azért rendeltem, mert van a térdén egy ilyen kivágás, de tudjátok, a két térdén egyforma helyen van kivágás. Rengeteg szaggatott gatyám van, volt is, minden színbe, minden kivágással, de olyan nadrágom sose volt, ami a két térdén egyforma helyen csak egy kis vágás van rajta, és úgy érzem, hogy kimaradtam a buliból, és kimaradok, úgyhogy... Próbálom bepótolni ezzel a nadrággal, remélem, hogy a gombok nem fogják teljesen elvenni a kedvem tőle. A fekete térdénél kivágott farmer, amivel egyetlen egy bajom van, hogy két gombja van, úgyhogy erre várnék megoldásokat, hogy megtartsam, ne tartsam, jól néz-e így ki, vagy ez már nagyon béna, nem tudom. Nem bánom. Tehát, hogy így egész jól érzem magam benne. Az az igazság. Egyetlen egy bánatom van vele. Itt ezek a varrások mindig úgy elállnak, mint hogyha nem tudom, olyan hatalmas alhasa lenne az egyénnek. Pedig ez itt nem tudom. De összképileg kifejezetten tetszik olyan kis vagány. Nagyon jó helyen van egyébként a dereka. Van itt pluszba egyébként ilyen varrás, hogy ne budgyosodjon meg a derekadnál hátul, úgyhogy összességében egyébként tetszik, csak a gombot írjátok meg nekem, hogy jól néz ki, vagy inkább hanyagoljam. És az utolsó két termékünk, ami most következik, azt lehet, hogy nem kellett volna. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mit tud, és hát igen, szerintem itt rontottam el a dolgokat. Ez egy táska 2500 forintért, és ez az a fajta táska, ami nem tudom, ilyen kicsit kínai. És lehet, hogy ezt az is megspékeli, hogy ez az írás, ami azt írja, hogy Inspire, fejjel lefele van rajta. Tehát, hogy ez valószínű, hogy egy rossz ötlet volt. Egy kicsit egyébként itt le is van
kopva. Tehát tudjátok, olyan, mint amikor túl sok áru, vagy bármilyen termék van egymáson, és így megkoptatja a tetejét. Kár. Ez valószínű, hogy nem nagyon fogom használni. És az utolsó darab. Rendelésnél is ez volt az utolsó darab, és itt éreztem, hogy le kell állni. Tehát ezt nem lehet tovább csinálni. Egy Looney Tunes-os make-up bag, amire körbe az van írva, hogy WhatsApp doc, itt is, a kis húzókáján. Ez egy teljesen műanyag táska, tehát ne gondoljatok semmi extrára, de ha van cuki, könyörgöm. Hát annyi sminktáskám van, mint a fene, de ez annyira aranyos, hogy egyszerűen nem tudtam otthagyni. Szóval a lényeg az, hogy nagyon cuki. Ezt be fogom fogni kis utazós táskának, mert imádom. És akkor a felpróbálás után egy infom van nektek. A szürke nadrágot nem mutattam nektek felvéve, és ezzel tökéletesen tisztában vagyok, ugyanis konkrétan nem jött fel. Tehát a fenekem néha azt mondta, hogy idáig neki teljesen elég volt, nagyon szépen köszöni. Úgyhogy az az egy olyan darab van, ami végül is 100%-osan nem jó. Felvéve nyilván valamennyire feljött, nem is tetszik az anyag, a gombja se kifejezetten tetszik, úgyhogy így összességében talán arra tudom mondani, hogy azzal mellé nyúltam, viszont a többi cucc az annyira tetszik, az összes ruha jó, minden kényelmes, nem szúr, nem... tényleg semmi. Annyit tudok mondani, hogy ez egy jó bevásárlás volt, és hogyha gondolkodtatok valaha is rajta, hogy szeretnétek innen vásárolni, akkor szerintem teljesen nyugodtan. Nyilván ezek nem olyan ruhák, amik hosszú-hosszú éveket ki fognak bírni a nadrágokon kívül, de hogyha pont találtok valami olyat, amit régóta kerestek, akkor szerintem teljesen nyugodtan rendeljétek meg, mert tök jók a cuccok. Úgyhogy ezzel lezárva ennyi lett volna ez a mai videó, ugyanúgy, mint a... mi is volt az? Mint az ASOS-os rendelésnél és videónál, várom a véleményeket ide le a komment részlegbe. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ahogy megjön az afulos csomagom, jövök nektek azzal a videóval is, és még mindig várom tőletek az ötleteket, hogy milyen webshopokról rendeljek. De addig is, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nagyon-nagyon megköszönném, még mindig rengetegen vannak, akik nézik a videóimat, de nincsenek feliratkozva, több mint 40%, ami nagyon sok, úgyhogy légy-légy iratkozzatok fel, és nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán is, megpróbálok majdnem az összes ruhával, szedből kirakni majd egy képet, úgyhogy csekkoljátok le, hogyha felismeritek őket, akkor azt írjátok meg nekem ott a komment részlegbe. És még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!